Charlie, majom a családban. Magyar hangok. Snell Ádám, Orosz Anna, Németh Imari, Karácsonyi Zoltán, Gerő Botond, Laudon Andrea, Dallos Szilvia. Charlie, majom a családban. Testvérviszály. Ne! Hát ez nem lehet igaz! Charlie! Otello! Mit csináltok ti itt? Minden szépen összesöpörtem, már csak a kukába kellett volna berakni. Hoppe asszony! Aj, ne! Ne izgassa fel magát! De. Ne! De minden kész Charlie volt! Charlie segít majd összegerebjézni, megígérem, rendben? Tényleg? Azt mondta, Charlie. Hogy nem! Na akkor jó szórakozást! Otello, gyere! Na gyerünk, gyerünk, akkor rajta! Látja, Hope asszony, megy ez? Még mindig nem vagy kész? Nézd meg a hajamat, egyáltalán sehogy se áll. Vagy éppen valamilyen feladatot kaptál, vagy bele vagy esve valakibe. Anyu, ma fizika dogát írunk, de ennek semmi köze a dologhoz. Vagy úgy. Na gyere! Drágám, csinos vagy, mint mindig. Ismerem. Anyu! Bocsánat. Ha még kérdése van a végrendelettel kapcsolatban, akkor hívjon fel. Nagyon köszönöm, Shell. Vajon mit akartak azzal a szüleink, hogy rád hagyták a házat és rám a birtokat? Talán azt, hogy gyere vissza és közösen építsünk fel valamit. Ezt felejtsd el. Nem, eladjuk. Mi az, hogy mi? Te akarod eladni. Jörg, ha összefogunk, akkor többet kapunk a telekért. Felejtsd el, én itt maradok. De miért? Egész nap melózol, és a végén nincs belőle semmi haszon. El kéne adnod, és valahol máshol újra kezdeni. Hogy egy olyan senki legyek, mint te vagy? Hát, ha annyira ragaszkodsz a földhöz, akkor meg is veheted. Na igen, és miből? Na igen, miből? Na gyere, üljünk le, és találjunk egy közös megoldást. Lenne egy ötletem. Ötlet? Mi? Nem, barátom. Ezt felejtsd el. Én visszamegyek Dortmundba. Ott van a házam, ott van a munkám, és ott van a jövőm is. Gyere, Mary! Jó, minden rendben. Mary! Morton, mi van veled? Valami rosszat ettél, vagy mi? Nem valami biztató. Gyere csak. Gyere. Na, akkor elmegyünk először a doktor bácsihoz. Utána jobban leszel. Hopp, kapaszkodj, Mary! Nyugi, Morton! Ha, magadnál vagy? Ha.
További szép napot! Hé, hey, ott jön a herceged! Nem kéne már bent lenned? Oké, okay, vettem. Szia! Szia! Hú, tök jól nézel ki! Köszönöm. Na, és tudod már a fizikát? Jó is volna. Nem gond. Majd én segítek. Gyere, menjünk be! Nem is tudja, milyen régóta próbálom meggyőzni a testvérét, hogy adja el a birtokot. De, el tudom képzelni. A fivérem eléggé konok tud lenni. A szüleim nevelésének eredménye. Szerencsére most már nincs más választása. Az, hogy önt kifizesse, valószínűleg meghaladja az anyagi lehetőségeit, nem? Igen, az már biztos. De sajnos van itt egy kis probléma. Nevezetesen? Nos, hát a szüleim úgy szólván posztumus áthúzták a számításaimat, rámhagyták a földet, a fivéremre pedig a tanyát. Úgy. Nos, ez nekem nem probléma. Az a tanyaház majdnem a terület szélén fekszik. Persze ez kihat a vételárra. És nekem elegendő az építési terület. Akkor üzletet kötünk? Igen. De ahogy mondtam, újra kell kalkulálnom az árat. Amilyen gyorsan lehet, jelentkezem. Jó. Mary. A kutyámat az autóban hagytam. Nincs valami jó. Mary, mi bajod van? Egész idő alatt olyan furcsa. Hé, enni sem akar sem. Ó, szegényke. Igen, az enyémmel is éppen gondok vannak. Ha jó állatorvosra van szüksége, akkor nagyon tudom ajánlani Dr. Henning klinikáját. Úgy. Na, akkor oda megyünk. Nos, hát ezt jobban meg kell néznem. Bocsánat. Leiből. De szólítson csak Ninának. Katarina! Igen? Lemegyek Jörg Wielandhoz. Beteg a kutyája. Charlie-t is viszem. Ide tudnál előtte jönni? Ha, igen. Ő Nina Leibel, túralovas. Jó napot. Jó napot. Max Henning. Hát ő meg kicsoda? Hogy ő itt Charlie. Túralovas? Ez azt jelenti, hogy házról házra lovagol az egész országban, mint 100 évvel ezelőtt. Igen, körülbelül. Most már majdnem 6 hete vagyok úton. Tiszteletem, de ez nagyon megerőltető, nem? Igen, jól elfáradtam. A lovam meg még inkább. Vajon mi lehet vele? Ez bizony egy jó kis ficamnak tűnik. Oké, gyere csak. Nem lovagolt az elmúlt napokban nehéz terepen? Tegnap egy elég meredek lejtőn mentem le. Igen, ez lehet akkor azok. Na jó, nekem mennem kell. Viszlát! Viszlát! Akkor menjünk az istállóba. Hát, túralovas még sosem járt nálunk. Milyen ez egyáltalán? Hogy képzeljem el? Hol szokott éjszakázni? A szabad ég alatt, parasztoknál, lovas udvarokban. Mi ketten mindig együtt vagyunk. Ez nagyon izgalmasan hangzik. Ó, igen. Na, mi van? Csendet kérek. Titus, sajnálom, de mára befejezte. Gyerünk, adja csak ide. Hé, nyugodjon már meg, jó? Nem is izgatom fel magam fölöslegesen. De ez sajnos egyes. Hé, ember, ezt egyszerűen nem teheti. Fenébe. És hol van Napóleon? Ott fekszik hátul a fa alatt. A fa alatt fekszik, 1800-valahány óta? Mindig ott fekszik, ha nincs jól. Ennyi év után feltűnik a fivére, és egyszerűen mindent el akar adni. Gyűlöl engem, gyűlöli a földet. Az ő szempontjából biztos van értelme. De ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnia a gazdálkodást. Csak részben. Van egy tervem, amihez nincs igazán szükségem a legelőre. Tényleg? Egy ökogazdaság vendégszobákkal. Már csak a banknak kell a hitelt jóvá hagyni. Jól hangzik. Hát igen. De mi baja van? Hát ha én azt tudnám. Na gyere csak. Furcsán viselkedik, enni sem akar. Kapott valami új tápot? Nem. Hát nézem. Ha csak nem a kedves testvérem adott neki valamit, hogy engem bosszantson. Ez csak egy rossz vicc, nem? Nem mondaná, ha ismerné. Akkor induljunk ki abból, hogy gyomorrontás. Szerencsére ez csak egy ficam.
Ó, de megkönnyebbültem. Valószínű, hogy tényleg a lejtő miatt sérült meg. Igen, ha egy állat nagy terhelésnek van kitéve, akkor ez előfordul. Egy ilyen hátaslónak nagyon edzettnek kell lennie, nem? És biztonságosan kell tudni közlekedni, igaz? Morton igazán jó kiképzést kapott. Kondíciós edzések, közúti forgalomhoz szoktatás, terepakadályok leküzdése. Majd szeretnék tanfolyamokat tartani, de előbb egy olyan helyet keresek, ahol önállósíthatom magam. És ez most mit jelent nekünk? Nyilván nem tudunk tovább menni. Igen, pihenőt kell tartania. A lónak legalább 2 teljes nap nyugalomra van szüksége, amíg a lábát kezeljük. Igen. Nos? Jól van, itt minden rendben. Mi van, Charlie? Nem szereted a gyapjas disznókat? Na nyugodj meg, tudom én, hogy az ilyen kant tisztelni kell, bár ő egész barátságos. Mangalica. Szép magyar fajta. Hát akkor megyünk is. Ne felejts el a gyomorcseppeket Napóleonnak. Ha nincs javulás, feltétlenül jelentkezz. Rendben. Minden jót, viszlát. Nagyon sajnálom, hogy miattam kaptál egyest. Hülyeség, az nem miattad volt. Beljer az oka, hülye vénszivar. És ha egyszerűen megmondom neki, hogy puskázni akartam róla. Csak azt ne. Akkor majd kihoz neked is egy egyest. Eszedbe ne jusson. Gyere velem. Miért? Ez Beljer kocsia. Ez a vacak. Megőrültél, és ha valaki meglátja... Na és, nekem aztán 8. Csak figyelj. Most jön a bosszú. Beljer semmit sem szeret annyira, mint a szép autóját. De ez soha nem jön le róla. Ha? Hát ne is jöjjön. Polgár. Hoppe asszony, mindjárt rendbe hozza a vendégszobát. De tényleg nem zavarom magukat? Nem, szívesen fogadunk vendégeket. Azon kívül ez jó alkalom arra, hogy többet megtudjunk a tereplovaglásról. Jó, már megint itt van. Dirk! Katarina! Hát, te mit csinálsz itt? Hát én itt dolgozom. Ez szuper, te állatorvos vagy. Aha. Le a kalappa. Igen, veled ellentétben én mindig is hittem abban, hogy itt nálunk is lehet vinni valamire. Együtt jártunk iskolába. Igen, amíg én világgá nem mentem. Dirk Wieland vagyok. Volt már szerencsénk egymáshoz. Igen, és maga eléggé dühös volt. Igen, maga meg eléggé arcátlan. No, ez azért túlzás. Mortonnál leszek. Ja, hogy miért vagyok most itt? Meg tudnád nézni az én Merimet? Merit? A kutyám. Meri, gyere ide! Egy pillanat. Lily Hauser. Semmi értelme a tagadásnak. Láttam, hogy összefirkálta a kocsimat. Beyer úr, kérem, higgyen nekem, tényleg nem én voltam. Csak tudom, hogy mit láttam. Ennek következményei lesznek. Lili, miért sírsz? Elrontottad a dogát? Titus? Talán valami rosszat evett. Adok rá cseppeket. Megfognád, kérlek? Ha nem használna, akkor meg kell vizsgálnunk, nincs-e bélfertőzése. Rendben. Tessék, 5 csepp vízben feloldva. És a következő 24 órában diétázzon a kutyus, jó? Jó. Az előbb azt mondtad, hogy a klinika a tiéd és a partneredé. És ő milyen jellegű partner? Pont olyan jellegű partner. És te? Én és a nők. Velem egy se bírja sokáig. Csak az én merim. Nem, minden rendben van. Van egy szép lakásom Dortmundban. A munkám miatt sokat utazom. Menedzsment szemináriumokat tartok. Ó,
És meddig szándékozol itt maradni? Csak addig, amíg a földeladást tető alá nem hozta. Ja, úgy értem. És mit szól hozzá Jörg? Ő nem akarja eladni, bár a gazdaság gyakorlatilag semmit sem hoz. Ő ragaszkodik a régi otthonához. Ugye már, egyszerűen csak túl kényelmes. Annak idején sem mozdult, és... Mindig is különböztetek. Tudod, én mindig mindent saját magam csináltam meg. Én finanszíroztam a tanulmányaimat, mert a szüleink minden fillért ebbe a gazdaságba tettek. Akkor is testvérek vagytok. Charlie, viselkedj! Feldman úr! Szia, Mrs., na? Ma velem jössz. Hm? Pontosan. Számukra nagyon előnyös. Sok pénzt tudunk megtakarítani. Ó, Henning doktor úr, egy pillanat, Kramer úr. Igen? Jó. Nagyon köszönöm, hogy Mrs. magával viszi. Ma tényleg folyamatosan megbeszéléseim vannak. De ugye tudja, hogy abszolút kivétel. Persze, persze. Szia, kedvesem. De ja, még valami. A vizsgálatok után jelentkezem. Köszönöm. Gyere, Charlie, megyünk. Kramer úr, itt vagyok ismét, igen. Hogyan? Nem. Mrs. nem a feleségem, ő a kutyám. Hogy mondtad? Feldman ajánlott minket? Ja, hát nem közvetlenül, inkább a klinikát. Aha. És mi dolgod van neked Feldmannal? Nem fogod elhinni, de szeretné megvenni a földet. No, ezt gondolhattam volna. Nos, én inkább nem üzletelnék Feldmannal. Nincs is rá szükséged. Mondd csak, hol találom a vendégeteket? Miért? Ó. Azt gondolom, hogy vagy a lovánál van, vagy a házban. Oda át? Az istálló ott van. Jó. Na, megyek és meglátogatom. Maradj. Szia, Mrs. Szia. Ül, Mrs. Ez meg ki volt? Dirk Wieland, beteg a kutyája. Érdekes, a testvére is. Remélem, hogy nem veszélyes koronavírusról van szó. Na jó, és honnan ismeritek egymást? Még régebről. Nem is mesélted nekem? Hát nem is kell neked mindent tudni. De engem érdekel. Zavarok? Mindig. Nos, én bocsánatot szeretnék kérni. Általában nem szokásom, hogy embereket ijesztegessek az országúton. Tényleg? És akkor mi a szokása? Mi a véleménye arról, ha meghívnám vacsorára? Úgymond kártérítésként, vagy ilyesmi? Oh. Ez meg kicsit? Ő Charlie. A családhoz tartozik. Jó tudni. Köszönöm a meghívást, de amint látja, itt mindenem megvan. Én is kapok egyet. Köszönöm, Charlie. Charlie már mindenhová elvitt engem, még a fán lévő házába is fel kellett másznom. Hűha, nekem is megmutatott, Charlie. Oda csak a kedvencek mehetnek fel. Ha egyszer el akarja adni a földet, miért ne? Minden esetre a testvére még ott lakik. Igen, de továbbra is ott lakhat, mert a gazdaságot ő örökölte. Akkor is. Először évekre felszívódik... Nem törődik a beteg szüleivel, alig, hogy meghaltak, fogja az örökséget, és el akarja kótya vetyélni. Hát ellenszenvesebb már nem is lehetne. Nos, annak idején Dirknek nem volt könnyű élete. Azt hiszem, mindig másodhegedűsnek érezte magát. Nekem nem tűnik hátrányos helyzetűnek ezzel a batárral.
Talán féltékeny vagy? Mi? Erre a felvágós autóra? Pontosan tudod, mire gondolok. Ne. Anyu, valamit el kell mondanom. Beszélj még egyszer Beyer úrral. De hát én már megpróbáltam, nem hisz nekem. Ez a Titus egy igazi gyáva nyúl. Igen, de nem árult be a témazárón, és most miattam kapott egyest. Na igen, igazság szerint te érdemelted volna meg. Lili, sajnálom, de valakiről puskázni ilyet egyszerűen... Nem csinál az ember. Igen, tudom. De olyan rosszul állok fizikában. Ezen a tanulás segít, kisasszony. De anyu, most mit csináljak? Lili, a rongálás nem egyszerű csínytevés. Meg kell mondanod Beyer úrnak az igazat. De nem árulhatom el Tituszt. Akkor viszont együtt kell élned a következményekkel. Engedd el, Méri, add ide. Úgy tűnik, most már jobban van. De maga aztán bírja az iramot. Már jó ideje úton vagyok, megedződtem. Én mindig azt hittem, hogy a túralovaglás azt jelenti, hogy az ember egyszerűen lovagol. Hosszabb szakaszokon vezetni is szoktam a lovat, hogy kíméljem. Hát azt hiszem, ez nem nekem való. Miért? Nem is csinálja olyan rosszul. Tényleg? Úgy gondolod? Gyerekként mindig gyalog kellett járnom. Gyűlöltem. Az első keresetemből vettem egy robogót, egy Simpsont, világos kéket. Na, az volt csak a járgány. Azt még ma is vakon szét tudnám szerelni. Na hát, ilyen nincs. Ez még mindig itt áll. Mindig idejöttem, amikor a szüleimmel összevesztem. Ez volt az egyetlen hely, ahol egyedül lehettem. Ilyen helyen nekem is volt. Tényleg? Egyszer belevéstem, hogy NSM. Nina szereti Markot. Ő volt az első barátom. Úgy, Mrs., ennyi volt. Kérem, hívja fel Feldman urat, és mondja meg neki, hogy kontraszt anyagot adtunk be. Jól van, Mrs. Akkor sajnos ma éjjel nálunk maradsz. A gazdid vigasztalhatatlan lesz. Holnap találkozunk. Viszlát, Charlotte. Na gyere, Mrs. Na gyere, gyere, gyere. Max, gyere. Van egy kis időd? Persze. Szerencséd van. Mrs. volt az utolsó paciensünk. Na, mi a probléma? Annyira sajnálom Lilit. Szerinted elmondjam a tanárnak, hogy ki volt az? Ez bizony nehéz kérdés, de én nem tenném. Nem árulnám el. Ha Lili meg akarta volna tenni, már rég megtette volna. De beszélhetnél ezzel a Titusszal. Mit mondjak neki? Mondd meg neki, hogy szégyelje magát, mert egy gyáva nyúl. Hadd furdalja a lelkiismeret. Köszi, Max. Jó, rendben. Így lesz a legjobb. Jó, Feldman úr, nagyon jó. Akkor készíts el a szerződéseket, és holnap aláírjuk. Viszlát. Te üzletelsz ezzel a brigantival? Megveszi tőlem a telket. Hogyan? Ami a telket illeti, természetesen kapsz szolgálmi jogot. Nagy lelkű vagy. Mondd csak, mit akar Feldman a földünkkel? A földemmel. Fogalmam sincs, mit akar vele, de biztos vagyok benne, hogy tőled is megvenni a házat. Igen, el tudom képzelni. Ha volna bátorságod, te is eladhatnád, és kikerülhetnél ebből a porfészekből. A porfészek az otthonom. És ha körülnéznél, akkor láthatnád, hogy itt is változott egy és más. Tényleg? És micsoda? Meglépni neked ez a merészség, nekem nem. Ezt most hogy érted? Pont úgy, ahogy mondtam. Amennyiben tényleg érdekel, én így képzelem el a jövőmet. Agroturizmus. Ökoparasztudvar panzióval. És miből akarod ezt finanszírozni?
Holnap beszélek a bankkal hitelügyben. Még megnézem a disznókat, rakok ki neked ágyneműt, ha mégis itt alszol. Na, te aztán éhesnek tűnsz. De hiszen mindjárt itt a vacsora, jó? Na, tessék, itt van. Csak egy kancsó vizet viszek, aztán nem is zavarok. De már megterítettünk önnek. De én... Nem, nincs ellenvetés. Gyerünk, üljön le, kérem. Köszönöm. Segíthetek valamit? Majd mi elintézzük. Jó. Mit szeretne inni? Elég legyen, te sózsák! Sipírc vacsorázni. Szívesen inni egy kis bort. Igen, a telló. Kész van már a saláta? Mindjárt megyünk sétálni, jó? Rögtön vacsora után. Akkor neki kezdhetünk, nem? Igen, rajtam nem múlik. A rajtam se. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm. Vigyázat! És zsíros! Jó étvágyat! Köszönöm. Hogy van Dirk Wieland kutyája? Remélem csak gyomorrontása van. Elég furcsa, hogy mindkét kutya egyszerre lett beteg. Egyáltalán nem furcsa. Azt hiszem, a gazdáik veszekedése ment a gyomrukra. Aha. Dirk haragban van a bátyjával? Igen. Én csak ma ismertem meg, de ezt nem említettem. Valószínű, hogy a testvérének nagyobb gondjai vannak vele. Max, kérlek. De hát igaz. Szedd ki a virslit. Jaj, elnézést kérek. Igen, halló? Ez az, jól van. Dirk! Igen, persze, hogy van időm. Illetve várjon csak egy pillanatot. Ez most kicsit kínos. Nagyon megharagudnának, ha nem itt vacsoráznék. Természetesen nem. Köszönöm. Jó szórakozást! Kívül a virsli. Jó étvágyat. Köszönöm. Egészségükre. A fivérének más elképzelése van a szabadságról, mint magának. Kritika elfogadva. Be kell vallanom, nem is feltételeztem róla, hogy egyáltalán valamin változtatni akar. És maga? Az elképzelése nem is olyan rossz. Csak engem ez nem érdekel, én... Igen? Változatlanul el akarom adni. Megnézhetném az elképzeléseit? Gazdaságtan tanultam. Én is. Talán jobban kiismerem magam a turizmusban. A szüleimnek van egy szállodájuk. Na, tényleg? Sajnálom. Egész idő alatt csak a problémáimról beszélek, közben nem tudok magáról semmit. Ez még megváltozhat. Ezt remélem is. Talán először abba hagyhatnánk a magázódást. Nina. Szívesen, Dirk. Te még nem is bújtál ágyba. Van valami újság? Két asztmás kutya. Egy szívproblémás macska, és még vendégünk is jött. Egy kis varánusz. Két gyerek találta az út mentén. Miért nem tudnak az emberek az állataikra vigyázni? Még egyszer végig gondoltam. Tudod, amit az előbb mondtam, igazad van. Na, nem a Dirk barátodról való véleményemet illetően... De igen, egy kicsit féltékeny vagyok. Jaj, te. Dirkkel a dolog már jó pár éve volt. Mi? Hát klassz. Na, ugye tudtam. Már úgy értem, hogy egy pár voltatok. Klassz, szuper. Igen, harmadik osztályban. Nagyon édes vagy, amikor féltékeny. Mi az, hogy édes? Már úgy értem... Harmadikban? Igen. De, gyere, menjünk aludni. A telefon már az ágy mellett van. És ha még valaki talál egy egzotikus állatot, akkor majd telefonál. Nagyon jó ötlet, de
Mi van akkor, ha egyáltalán nem vagyok fáradt? Esetleg majd eszünkbe jut valami. Esetleg? Mi az, hogy esetleg? Hány évesek is vagytok? Nem olyan hangosan, még felébreszted Jonászt. Jó reggelt! Jó reggelt! No, hogy van? Morton még mindig nem a régi. Olyan nyugtalan. Akkor vigyük vissza az istállóba. Hoztam is mindjárt valamit. Egy nyugtató, homeopátiás, teljesen veszélytelen. Az egészet egy vizes pohárban kell elkeverni, és két adagban kell a takarmányhoz tenni. Értem. Köszönöm. Még találkozunk. Viszlát! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm. És az újság? Arra! Hé, Charlie! Az az enyém! Szép napot! Köszönöm, viszlát! Max! Mari! Szükségem lenne rád ide bent. Hey! Beszélnünk kell. Igen, és mit akarsz? Összefestékezted Beyer kocsiját, és Lily bűnhődjön érte. Na és? Mit törődsz vele? Lili a testvérem. Beárulhatott volna téged. És? De nem tette meg. Mert teljesen jó fej, érted? Igen, veled ellentétben. Te gyáva nyúl vagy. Fenébe. Jó reggelt! Jó reggelt! Te aztán korán keltél. Igen, de te is. Átolvastam a testvéred elképzelését. Ó, és mit mond a szakértő asszony? Nem is olyan rossz. Ha nincs ellene kifogásod, megnézném a gazdaságot. Jörg tanyáját, de miért érdekel? Meséltem, hogy megfelelő helyet keresek, hogy önállósítsam magam. Talán ez jó lenne. Ezt most nem mondhatod komolyan. Miért ne? Vagy attól félsz, hogy jobban tetszik nekem, mint te? Ez a veszély nem fenyeget. Akkor gyere, menjünk. Ugye elviszel? Van más választásom? Nincs. Úgyhogy menjünk. Oké. Oké. Beyer úr, beszélni akart velem? Igen. Lily, nem akarja végre beismerni, hogy maga firkálta össze a kocsimat? Nem, nem én voltam. És ki más tette? Nem mondom meg. Szóval tudja, hogy ki volt? Igen. Jó, rendben. Akkor kérek egy nevet. Nem mondom meg. Beyer úr. Én voltam. Titus. Meg kell mondanom, van bátorságotok. Le a kalappal. Valóban olyan görény vagyok. Beyer úr, van még valami, amit el kell önnek mondanom. Ó, Mrs. kedvesem. És a kontrasztanyag nem ártott neki? Maradj itt szépen. Egyáltalán nem, de be kellett adnom, hogy kirajzolódjanak a vese és epe vezetékek. Na, Mrs., minden jót. Önnek is minden jót, Feldmannó. Viszlát, és még egyszer köszönöm. Charlie, várj meg! Mit akarsz az újságommal? Egy másodperc. Hoppe, asszony! Tudna rá még egy kicsit vigyázni? Nem tart sokáig. Persze. Köszönöm. Na, gyere velem. Itt vagyok, Kramer úr. No, akkor beszéljünk nyíltan. Mrs. Gazember! Mi mindent gyűjtögettél itt megint össze, ha? Hát, ez nem lehet igaz. Ha? Itt van Lili cipője. Hoppe, asszony, sodrófája. Na hát, ez meg az újságom. Itt is van egy, ez vajon mikor innaja? Itt meg mi van? Beépítési terv. A Wieland villa beépítési terve. Te ezt
Feldman irodájából csortad el? Erre nem kéne büszkének lenned, na hát. Ez tényleg érdekes. Viszlát, Beyer asszony. Nagyon köszönöm, doktornő. Viszontlátásra. Jó napot, doktor úr. Jó napot, Beyer asszony. Ez mi? Nézd csak. Lehet, hogy megváltozik a véleményed az iskolatársadról. Ez Charlie Feldman irodájából csort el. Mi? Egy barkácsáruházat akar Jörg Wieland orra elé építeni? Nagyon úgy néz ki. Sajnálom, nem tudom elképzelni, hogy Dirk erről tud. Még ma alá akarja írni a szerződést. Akkor ezt meg kell akadályoznunk. Gyere. Hogyan? Igen, de miért? Jó, rendben, akkor magam csinálom meg a dolgot. Igen, még itt vagyok. Az építési terület első osztályú. Tökéletesen csatlakoztatható a közúthoz, tehát most alá fogom írni a szerződést. Ja, Istenem, már késésben vagyok. Kramer úr, jelentkezem, jó? Istenem, mi történt? De gyönyörű itt. Úgy gondolod? Igen, pont ilyesmit képzeltem el. Igen, ez az én régi otthonom. Szia, Jörg! Ő Nina Leibel. El tudná képzelni, hogy itt tanfolyamokat tartson, jó, mindenféle jó jótékonysági napot. Tevékenységekről, túralovaglásról, stb. Klassz ötlet, nem? Klassz ötlet? Igen. Dirk odaadta a terveit, hogy elolvashassam. Nekem nagyon tetszik, és... el tudnám képzelni, hogy ezeket integrálni lehetne. Felejtsd el. Hát én megmondtam, hogy a fivérem nem éppen nyitott az új dolgok iránt. Ma beszéltem a bankkal. Csak akkor adnak nekem hitelt, ha jelzáluggal terhelik meg a telket. De ez egy lehetőség volna. Nem is tudom. Most már láthatja, hogy kinyitott itt az új dolgok iránt. Sajnálom. Itt van már Feldman? Nincs. Tudod, hogy mit akar Feldman ideépíteni? Nem, miért? Akkor nézze meg ezt. Itt. Igen. Otello, Feldman úr, mit csinál itt? Egyszerre elszédültem, le kellett feküdnöm. Ráadásul át is aludtam egy fontos időpontot. És a mobilom, az sincs meg. Köszönöm, Charlie. Jaj, de kedves vagy. Feldman úr, csak nem ivott ebből a pohárból. De, mi volt benne, Istenem, mi volt benne? Egy nyugtatószer. Lovaknak. Én nem vagyok ló. Ne aggódjon, tisztán növényi eredetű. Jó, de a növények nagyon mérgezőek lehetnek. Hol van egyáltalán a kutyám? Azt hiszem, még Hoppe asszonynál van a konyhában. Vagy úgy. Idehozom. Jó. Feldman úr? Igen? Nézze, azt hiszem, ez az öné. Charlie úgy látszik véletlenül elvitte. De most hát, már máshova építheti a barkácsáruházát. Miért? Dirk nem adja el a földet. Azt még majd meglátjuk. Missus, gyere! Gyere! Ezt jól csináltad, Charlie. Igen. Na gyere, de mi is? Igen. Rendes Beyertől, hogy újra megírhatjuk a Dolit. Igen, mindenképpen. Nem is gondoltam volna róla. De...
Kezdettől fogva teljes tévedésben voltam. Az már igaz. Figyelj, Lili, tudod mit? Nos, ha akarod, akkor segítek a tanulásban. Mondjuk úgy, hogy jóvátétel gyanak. Az tényleg szuper lenne. Igen. A testvéred nagyon jó arc. Szerintem is. Úgy, szép körkörös mozdulatokkal, tényleg tisztelt. De csináljátok már! Miért nem mész vissza a boldog vadnyugatra? Eszemben sincs. Most tudtam meg, hogy Feldman be akarta ezt építeni. Tényleg? Mit akart? Barkács áruházat. És ezért nem fogom eladni. Mi történt veled nagy hirtelen? Igazad volt. Lelépni nem mindig a legjobb megoldás. Én is gyakran gondoltam rá, hogy úgy teszek, mint te. És akkor miért maradtál itt? Valakinek itt kellett maradni a szülőkkel. Oda voltak, amikor elmentél. Mi? Soha nem szóltak semmit. Ha akarod, megmutatom neked azokat a leveleket, amiket neked írtak. Bár soha nem küldték el. Ezt nem tudtam. Sok mindent nem tudsz. Ne haragudj, én egy idióta vagyok. Mindig is az voltál. Barátok. Testvérek. Úgy. És mostantól kezdve semmit sem csinálok. Egyébként köszönöm, nagy testvér. Mit? Tudod te azt jól? Mi? Az a dolog Titusszal. Nagyon jól csináltad. Ja, az. Értem. Na, hogy boldogulsz? Jól. Egy városi ember is tud grillezni. Hát, ha az íze is olyan, ahogy kinéz, akkor gyakrabban jöhette. Most már két jó okom is van arra, hogy itt legyek. Várjon el, segítek neked. És majd megosztjátok a konferencia termeket? Igen, miért ne? Egyébként igaza volt, doktor. Napóleon és Mary egy egész vadgesztenye raktárt csinált a kertben. Ettől volt a gyomorlatás. A mi Charlie-nk is nagymestere a raktározásnak. Hála Istennek, különben nem állnánk itt mindnyájan. Úgy, és erre most kocintunk, gyertek? Persze. Jó ötlet. Kinek nincs még? Tessék, Katerina. Köszönöm. Igen, persze. Nekem. Na és én? Tessék. Hát akkor Charlie-ra. Igen, Charlie-ra. Magyar szöveg Bán Szilvia, szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök Soltész Márton és Csomár Zoltán, produkciós asszisztens Fodor Eszter, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az MTVA megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette.